A földön hevernek a megyszemek bujon, az összeset leverte a viharos szél és a dió nagyságú jégszombat éjszaka. Tömegével szakadtak le a fejlődő almák is a fákról, amelyek több tíz centiméteres vízben álltak még hétfőn is. Az egyik helyi családi gazdálkodó szerint a fámmarad gyümölcsök nagy része is menthetetlen. Nem sok jövője van az ilyeneknek, mert azok le fognak rohadni, és az a baj, amíg még esetleg épledne mellette, azokat is elkezdi rohasztani. És a másik probléma, hogy itt ekkora hatalmas vízzel a gyümölcsösbe, a több mint 100 mm lehulló eső miatt rá se tudunk jönni, hogy egy rezes kezelés kaphatna, ami megállítaná, vagy megpróbálná ezeket a sebeket úgymond beforrasztani, de ennek még kell egy hét, hogy rá tudjunk jönni, és sajnos ez már mentetetlen lesz. A vihar a kisvárdai, ibrányi, kemecsei járásban tombolt leginkább. Az Agrárkamara szakemberei hétfőn végeztek bejárást az érintett területeken. Rácimre Vármegyei Elnök 35 perc című műsorunkban azt mondta, csak egy-egy sávban volt menthetetlenül romboló hatása a szélnek, a jégnek és a hatalmas esőnek. Kis területeket érintett táblán belül egy-egy ford illetve a napraforgóba, a kukoricákba okozott olyan károkat, amit úgy gondolunk, hogy, hogy, még regenerálódik, és ki fogja heverni a termés mennyiségbe nem fog még beavatkozni, inkább az okoz nagyobb területeken kárt, hogy 50 meg 55 mm, és volt olyan hely, ahol 220 mm három havi csapadék hullott le pár órán belül, és ezek összefutottak, ugye nem olyan sikterep ez a mi megyénk, ezek a járások, dombozat, ővezi és a mélyfekvésű területekre ezek a csapadékok összefutottak, és hát volt olyan 70-80 is vizek álltak. Az eddigi felmérések szerint körülbelül 9000 hektáros területen keletkeztek kisebb-nagyobb károk. Az érintett gazdák jogosultak lehetnek kárenyhítő juttatásra, az erre való igényt az észleléstől számított 15 napon belül be kell adniuk ez majd a későbbiekben az előbb is feltételes módba tettük, hogy, hogy azért a termés, bízakonunk abban, hogy termés csökkenés nélkül megúszta, de ha nem, azért egy kiegészítés mégiscsak ott lebeg az ember előtt, hogy ha nem, akkor mégis a kárányítése alapban most 35 milliárd forint van, ami talán az utóbbi években a legmagasabb, és én azt gondolom, hogy azokat az igényeket abból ki lehet elégíteni, ami jogos károk esetleg jelenkeznek, úgyhogy mindenkit arra is kérünk, hogy jelentkezzen be, és akkor november 30-án kell azt végül összesíteni, hogy keletkezett káro hozam kiesése származott, vagy nem származott, akkor van az elszámolás ideje, és akkor ezt, ha igen, jogos, akkor igen, is számított kárnyítésre. Az igény beadásához szükséges adminisztrációs feladatokban a falugazdászok nyújthatnak segítséget a gazdálkodóknak.